minden nap a karcokat nézem, ami éjjelről itt marad, fel sem tűnik, hogy mindig ugyanott. Csendesen vívunk meg egy háborút, de ha ma lenne majd az a nap, mikor a mondatok alatt kifogy a lap, és az utolsó percben, abban a nagy csendben, mi lenne nekem az utolsó szavad? Ha lenne még egy napunk, te akkor is itt volnál. Ha lenne még egy dalunk, én csak veled dúdolnám. Dúdolnám. Én csak veled dúdolnám. Este, mint minden nap, karcokat véd, mi a lelkedben itt maradt, meg sem gyógyul, de újra ugyanúgy. Mosolyal vívod ezt a háborút, de ha ma lenne majd az a nap, mikor a mondatok alatt kifogy a lap, és az utolsó percben, abban a nagy csendben, mi lenne nekem az utolsó szavad? Ha lenne még egy napunk, te akkor is itt volnál. Ha lenne még egy dalunk, én csak veled dúdolnám. Dúdolnám. Én csak veled dúdolnám. Benji énekelt nekünk, aki tavaly az első fordulón tovább jutott. Micsoda akadálypálya van itt a Füstfelhőn. Fú, de sejtelmes. Szóval tavaly az első fordulón tovább jutott. Idén mit tűztél ki magad elé célul? Hát nyilván nagyon fordulót? Tovább jutnék, de most én, nekem az volt a célom, hogy átadjam a közönségnek az üzenetemet. Na lássuk, hogy Bot Miki kritikája vajon segített téged abban, hogy a tavalyi teljesítményedet is idén is hozd. Benji, biztos emlékszel, hogy tavaly körülbelül az első eresztésben körülbelül 3 előadásnak adtam, vagy előadónak adtam magas pontot, neked azt hiszem 9-et adtam, hogyha jól emlékszel. És ezzel is indokoltam, hogy egy nagy potenciált látok benne, tehát szerintem iszonyúan komoly éneklés van, meg van ugye az egész kisugárzásodban valami nagyon pozitív. Viszont az a helyzet, hogy ez az egész zenei világ, meg leginkább a szövegvilág, az hogy is mondjam, egy ilyen közhelyi terror lett. És azért, mert, tehát most mondok egy párat, ami szerintem konkrétan nyelvtani problémák vannak benne. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy de ha ma lenne majd az a nap. Tehát a ma, akkor nem lehet majd, a ma az éppen most az jelen idő, a majd az pedig jövő idő. És ezek olyan jellegű ilyen slendriánságok, prozódiak is vannak egyébként hívák, tehát hogy abban a nagy csendben, ott oda abbanra a szó második felé rakod, a szótak második kára rakod a hangsúlyt, ezeket általában azért próbáljuk ezeket mindig így kivédeni. És ugye a legnagyobb bajom, hogy igazából én értem, hogy miről szól, de közben igazából összefüggéstelenül szól ez az egész. És az van, hogy van egy olyan kaliber benned, és azt tudnod kell, hogy a saját dalaidért te vagy a felelős. Tehát hiába van ennek külön egy dalszövegírója, külön egy zeneszerzője, attól függetlenül, hogy te mit énekelsz, az a te felelősséged.
és az igazán nagy kaliberű előadók, azok tudnak válogatni, azt mondják, hogy figyelj, ezt ne haragudj, nem értem, vagy ez hibás. És a másik az, hogy egy előadó, aki tényleg tudja, hogy több százezer ember fogja hallgatni, mondjuk nagyon sokan játsszák neked más slágereidet a rádió, egyszerűen kutya kötelességetek, ha írtok egy dalszöveget, azokat mondjuk egy nyelvtantanárnak, hogy valaminek leadni és csekkoltatni előtte, adni neki valamennyi pénzt, vagy nem tudom, de hogy legyen egy ilyen filter, amin keresztül mentek, mert ez egész egyszerűen a felelősségetek. Tehát, hogy mondjuk az orvosoktól elvárjuk, hogy amikor műtenek minket, és a testünk fele vannak, a testünk egészsége fele, akkor azoktól elvárjuk, hogy a legtöbbet adják, ugyanúgy a művészek, azok a szellemünknek az egészségéért feleldek nagyon sokszor. És hogyha ebbe egyetértesz, akkor látnod kell, hogy ez egy felelősségteljes munka, azt gondolom. Tehát, hogy én jobban örülnék, hogyha sokkal méltóbb dalszövegi zenék lennének melletted legközelebb. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Elég komplex kis csomagot kaptál útravalóul, Karamell. Mivel pakolja még meg a batyudat? Van, amiben egyetértek egyébként a Miklóssal, de én nagyon örülök, hogy magyarul énekeltél. Annyira szépen szól a hangod magyarul, hogy az... És azt még én kiemelném, hogy azért Magyarországon ilyen férfi hang, hát nem tudom, nagyon kevés van, szóval valóban nagyon komoly potenciál van benned, nagyon nagy tehetség vagy, viszont tényleg sokkal jobban oda kell figyelned, hogy mik azok a dalok, amiket elénekelsz. De szerintem előtted a jövő. Gratulálok! Nagyon sok mindent hallottunk, a pontokat viszont még nem. Mikivel egy szeretném kezdeni, hány pontot adsz? Nagyon szomorúan 6 pontot. Köszönjük szépen. Zséda? 8 pont. Karamell? Júj, nekem nagyon tetszett ezekkel az apró és fontos hibákkal együtt is, nekem 9. Wow! Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Karesz? Én 7 pontot adok. Köszönöm. Ez összesen 30 pont. Megvárjuk a nézői pontoknak az átlagát, hiszen ugye a nézők is pontoznak az adott versenyprodukció alatt, ami pedig 6-os. Benji, nagyon szépen köszönjük, ez azt jelenti, hogy neked 36 pontod van egyébként.